Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlöm szeretet a kedves nézőket, kedves testvéreket! A mai evangélium a következő képen hangzik. Tetteikről ismerhetők fel az emberek. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Úvakodjatok a hamis profétáktól. Bárány jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek-e tövisről szőlőt, vagy a bojtorjáról fügét? Így minden jófa jó gyümölcsöt terem, a rosszfa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jófa rossz gyümölcsöt, sem a rosszfa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Tehát gyümölcseikről ismeritek fel őket. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, hallhattuk a mai felszólítást, hogy óvakodjunk hamis profétáktól. Ma Szent Ireneusz napja van. Szent Ireneusz egy második századi, nagyon korai egyházat, ha mondhatjuk azt, hogy apologéta, aki korának gnosztikusaival szemben küzdött, akik mondhatjuk azt, hogy annak a kornak az ezoterikus gondolkodói voltak. A mai korban is ez egy nagy veszély, és nem csak ez veszély, hanem az, amikor az ember szép lassan elkezd a maga gondolkodás módja szerint ítélni, azt gondolja, hogy Krisztus az, Akit ő kitalál magának. Nagyon fontos az, hogy jó forrásokból tájékozódjunk. Fontos az, hogy tudjuk rendszeresen olvasni a Szentírást. Krisztusnak a tanítását az egyházon keresztül kapjuk meg, Krisztus magát az egyházon keresztül kapjuk meg. Nem találhatjuk ki őt magunknak. Ha ezt tesszük, akkor szép, lassan magunkat látjuk, és magunk módján leszünk hívők, magunk módján leszünk vallásosak. És Krisztus pedig azt szeretné, hogyha az ő tanítványai lennénk. Szent Irénausz arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor ezek a gnosztikusok a saját gnosztikus álláspontjukat mondják, akkor Krisztus mozaikját szedik szét, és egy kutya képét teszik ki helyette. Milyen fontos az, hogy ne csak az egyház forrásait használjuk, hanem azt úgy használjuk fel, hogy az egyház gondolja. Azaz, újra és újra térjünk vissza hozzá. Újra és újra tudjunk akár lelkiírókat olvasni, a szentírást olvasni, igazodjunk valóban az egyház gondolkodás módjához, és ne magunkat ö, tegyük ilyen szempontból, középpontba. Hogyha az ember szép lassan eltérettől a gondolkodás módtól, akkor ez a maga módján vallásos ember oda fel kell hogy nagyon sok bűnt nem ismer fel, mert hogy nem akar vele szembesülni. Mert hogy magához akar igazodni. És akkor szép, lassan azt gondolja, hogy például a magzatelhajtás az egy valóban megengedhető cselekedet, vagy azt mondja, hogy a házasság előtti élet egy teljesen normális dolog, mindenki ezt csinálja. Sőt, aki mondjuk nem ezt teszi, az kicsit talán ósdi gondolkodás gondolkodásmódú. És még hosszan sorolhatnánk. De pozitívan megfogalmazva azt is mondhatjuk, hogy amikor az ember az egyházhoz igazodik, akkor Krisztushoz igazodik. És az azt is jelenti, hogy amikor az egyházhoz igazodunk, akkor nekünk fontos az, hogy ebben az igazodásban ott legyen az a lelkület, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Az engedelmesség, az alázat. Az, hogy merek befogadni, merek nyílt lenni. Nem csak egyénleg akarok keresztény lenni, ahogy én kigondolom magamnak, hanem merek az egyházra hallgatni, hogy hogyan legyek keresztény, merek közösségben élni, és ilyen módon pedig, amikor a közösségben gondolkodom, akkor, akkor igenis merek nyitott lenni. Az alázatban az is, azt is jelenti, hogy én nem mondok sok szempontból arról, hogy én előtte hogyan gondolom ki, és merek meghajolni Krisztus előtt. Ez amikor az ember befogadja az egyház tanítását, amikor az ember például katekizmust hajlandó mondjuk olvasni és befogadni, akkor ez ugyanaz a lelkület, mint amikor mondjuk a plébánián megkér a plébános, hogy, hogy mondjuk vágjam el a füvet, és én ezt megteszem. És ekkor nem a plébánosnak lesz engedelmes, hanem Krisztusnak leszek engedelmes. Nagyon fontos az, hogy ne csak a hamis profétáktól, hanem az alázat lelkülete legyen bennünk. És amikor nem magunkat toljuk, amikor nem feltűnősködni akarunk, amikor nem magunkat szeretnénk marketingolni, akkor, ha Krisztustra tekintünk, akkor mi magunk leszünk boldogabbak, és mi magunk leszünk a helyükön.